Ennek a fehér gépjárműnek a sofőrje valószínűleg nem is sejti, miért igazoltatják, de a készenléti rendőrség munkatársai igen. Sőt, bizonyítékuk is van. Mutatjuk a történet első képkockáit. 2022. január 26-a van, és egy rendőrségi drón emelkedik Nyíregyháza fölé, ahonnan tökéletesen látható, amint egy autó átsuhan a piros lámpa alatt. Aztán még egy. És még egy. Nyíregyháza városában, illetve megyénkben is ez volt az első ilyen alkalom, hogy drónos ellenőrzést hajtottunk végre. Egyébként a drónok már nagyon régen jelen vannak a rendőrség használatában. Elsődlegesen ugye határrendészeti tevékenységre, illetve a bűnügyi szolgálati ág használta még különböző kutatások, felderítések érdekében. Most a közlekedési szakterület is használja már ezeket a járműveket, légijárműveket. Az akció során két drón reptetésével a rendőrök mindössze 6 óra alatt több mint 100 jogsértést észleltek és dokumentáltak, a szabálysértő sofőröket pedig megállították. 86 esetben pénzbírságot szabtak ki, 4 esetben szabálysértési eljárást kezdeményeztek, és további 14 esetben figyelmeztették a járművezetőket. Ez idő alatt a sebességmérőkészülék 22 gyorshajtást is rögzített. Ez a mostani ellenőrzés az úgy zajlott, hogy minden észlelt szabálysértésnél megállítottuk a szabálysértést elkövetőt, és vele szemben a megfelelő szankciót alkalmaztuk. Azonban lehetőség van az objektív felelősség hatájára tartozó szabályszegések esetén, illetve szabálysértések esetén a távolléti feljelentés alkalmazására, tehát azok se legyenek nyugodtan, akik adott esetben nem kerülnek megállításra. Mostantól tehát csak akkor lehetünk egészen biztosak abban, hogy nincs rendőr a közelünkben, ha a fejünk fölött is szétnézünk. Ezt azonban a balesetek elkerülése érdekében a szakemberek nem ajánlják. Ennél sokkal egyszerűbb megoldás, ha betartjuk a közlekedési szabályokat.